Sziasztok! Igazából ezen a héten nem ezzel a videóval készültünk, de annyira jól sikerült ezen a héten a kis vadászatunk, hogy úgy gondoltuk, megmutatjuk nektek is, hogy milyen volt ismételten újra találkoznunk. Szervia csapatával. Nézzétek, óriási! Sziasztok! Itt vagyunk a szálloda előtt. Szerbiát várjuk! Bizony, megpróbálunk aláíratni. Fog csak meg, megmutatjuk, hogy kivel. Már így fog, így. És akkor így nem kell forgatni a kamerát. Ez az. Tehát Dusan Tadicnak van egy pár kártyája. Milinkovic Savic, hú, vele jó lenne, mert tőle még nincs kártyánk. Egy új kártya, Zsivkovic, ha jól látni, igen. És itt a végén még azt mondja, hogy Matija. Nem látszik semmi. Nastasics. Így, ez az. És hát elvileg mindjárt jön a busz. Tehát már gyülekeznek egy páran, már a rendőrök is oda jöttek, ilyenkor már azt jelzi, hogy nem sokára megérkezik. Hát reméljük, hogy sikerülni fog. Sziasztok! Itt vagyok ismételten a szállodánál. Sajnos tegnap este nem sikerült semmi, de ma nagyon jó idő van, reméljük, hogy kijönnek sétálni egy jót. Tehát jó kis 3 órát vártunk a csapatra, mire megkezdték a kis sétájukat, és végre valahára kijöttek, és természetesen egyből kezdtem a kis szerencsétlenkedésemet, a megint ugye a kamera, a mappa, attól, de szerencsére azért lehet látni pont, ahogy aláírja Zsivkovic a kis kártyáját, és utána egy közös fotó is készült. Milinkovic Savicsal sikerült már találkoznunk, de sajnos nem volt nálunk egyetlen egy kártya sem, tehát nem volt róla kártyánk. De most sikerült szerencsére szerezni egy kártyát és aláíratni. Bizonyám, az egyik kedves ismerősünktől kaptunk kártyákat, és hát nagyon jó sikerült, hát megláthatjátok, fú, szépen kidolgozottan írta rá a nevét, olvashatóan. Gyerekek, hát ez egy óriási élmény. Nastasics-sal már sikerült aláíratni, és most megjelent egy különleges kártyája. Úgy van, és ebbe az az érdekes, hogy majd megmutatjuk nektek, hogy ezen a kártyán van 4 másik kisebb kártya, és azokat már sikerült aláíratni, kivéve egyet, de azt szerencsére az egyik kedves ismerősünktől megkaptuk. Így, amit láthattok ezen a kártyán, azt mindegyiket már aláírattuk, tehát egy jó kis gyűjtemény van ebből az egy kártyából. Tehát itt látható az a kártya, amiről beszéltünk, ugye itt van egy kártya, ez is alá van már írva, és akkor itt van benne 4 másik kis kártya, melyek már ugye megjelentek ebben a kiadásban. És akkor nézzük itt az első, ugye ez a legutóbbi, ez a 2020-as albumban volt. Ez pedig itt szerepel, ugye, már aláírtam. Akkor itt van a másik. Ez szép kis kártya. Ezt ugye itt láthatjátok. Itt van a
harmadik, ez a 2017-es szériában jelent meg, itt láthatjuk. És itt az utolsó, ez az, amit sikerült megszereznem, ez egy régi, ha jól emlékszem, 2014-es album, vagy 15-ös albumban volt, és ez pedig itt látható. Tehát így néz ki együtt ez a kis gyűjtemény. Szerintem nagyon jól néz ki. Így aláírva mind az öt kártyája. Bár mondjuk elég nehézkes volt aláírni, mert folyamatosan ment, és közben én meg ott mentem mellette. Tartottam a mappát, meg közben a kamerát, tehát nem volt egy nagyon baráti. Hát ez sajnos látszik is az aláírásokon, hogy egyik ilyen, másik olyan. De a lényeg az, hogy sikerült ez is, és akkor így most már van egy kis különleges gyűjteményünk ebből az öt kártyából. Úgy van, ha tetszett, iratkozzatok föl. És lájkoljátok. Igen, és jövő héten jövünk azzal, amivel ezen a héten készítünk. Az is nagyon jó lesz. Addig is nézzétek a videókat. Sziasztok! Sziasztok!